Tiszékelyben 1823-ig állt egy templom, melynek építését a régészeti kutatások az Árpád korra teszik. Ez az építmény azon kevesek egyike, melyet a török dúlás megkímélt és lábon átélte az Oszmán Birodalom magyarországi terjeszkedését. A K-német András régész vezette kutatás kiderítette, hogy a templom az Árpád kor végén a 13. században épült, és a kutatók Zsigmond korabeliről Mária Terézia koráig találtak érméket, a templom körüli temetőben pedig 3. Béla korabeli, valamint a 13. század második feléből származó leletanyag került elő. Ezt a templomot, amit feltártunk, ezt az újkorig használták, 1823-ig állt. Akkor épült fel a falumai temploma, és ekkor vált gazdátlanná ez a régi templom, ami akkor már 600 éve állt. Ez viszonylag ritka dolog azért a magyarországi középkoros régészetbe vagy templomkutatásba, hogy egy ilyen újkorig használt templomot tárhatunk fel. Tehát tulajdonképpen olyan korszakokat, periódusokat is kutattunk most itt régészetileg, amelyeket úgymond régészetileg a törvény nem véd, vagy nem tekint régészeti emléknek, hiszen 1711-ig határozza meg a régészeti leletek körét vagy korát. És ennek megfelelően a templom körül talált leletek között is számos olyan van, amely erre a 18-19. Századra kelteszhető, amelyeket szintén viszonylag ritkán érint a régészeti kutatás, hiszen ezek inkább az újkor történet és a néprajz gyűjtési területébe tartoznak már, és ebbe az esetben ugye a régészeti módszerrel kerültek elő. A kisszékely templomot írott forrás először az 1330-as években említi, ez az úgynevezett pápai tizedjegyzék, tehát ez arra bizonyíték, hogy ekkor már biztosan állt. A feltárások alapján, tehát a templom mérete, szerkezete, szentélyzáródása alapján azt lehet mondani, hogy a 13. században már megépülhetett, tehát egy 50-100 évvel korábban, mint ahogy az írott források keltezik. És az érdekesség az, hogy a 18. század elején még romosként említik egyházlátogatási jegyzőkönyvek. 1722-ben és 33-ban írják, hogy nincs meg a teteje, hogy az északi fala részbe leomlott, de még állt. És az pedig a falu História Domuszából, tehát az úgynevezett plébánia történetből tudjuk, amit a helyi plébánosok vezettek, hogy 1741-ben ezt a törökkort átvészelt, de romos állapotban lévő templomot kijavították és kibővítették. 1741-ben kibővítették, és ennek is megtaláltuk a régészeti nyomait. A kisméretű 12 méter hosszú árpádkori templomhoz ekkor hozzáépítettek a nyugati oldalon egy kb. 5 méter hosszúságú U-alakú toldást, bővítést. És ezt a templomot használták 1823-ig, amikor gazdátlanná vált. Kiszékely érdekessége az is, hogy a törökkor idején a magyar katolikus lakosság nem menekült el a településről. Megélték a török kiűzését is, így nem kellett átélniük a betelepítést sem. Még arról is van adat, szintén a 18. század elején, hogy a törökkorban, tehát a 17. században a falu lakosai a templomot újrafették töltyfa zsindellyel. Tehát ez is bizonyíték arra, hogy ők ott éltek, és még használták is a templomot. Tehát sok más középkori falu templomával ellentétben volt körülötte lakosság, és volt, aki karban tartotta a törökkorban is. Tehát ezért lehetett az, hogy a 18. század elején is bár romos volt, de ragaszkodtak hozzá, és újra használatba vették. Hogy az öreg templomban mégse szolgálja a lakókat, praktikus okokra vezethető vissza. 1823-ra elkészült az új templom a falu belső területén, és a hívek már nem látogatták az addigra a település határán kívül eső öreg kegyhelyet. A falu birtokos családja, Stirum-Limburg család, akik Simon tornyának és környékének voltak birtokosai a 18. században. 1798-ban végrendeletileg tettek egy adományt, miszerint a kisszékely birtokukon épüljön új plébánia templom, tehát tulajdonképpen a falu birtokos családja és egyben a templom kegyura finanszírozta egy új templom építését. Nyilván ez jól jött a kisszékelyeknek, hiszen a
most feltárt templom ebbe a korban már kicsinek is bizonyulhatott, hiszen a lakosság száma az dinamikusan növekedett. Nyilván műszakilag sem volt igazából 600 éves templom könnyen karbantartható, és volt egy praktikus oka is, hogy az újkori falu az a középkori településtől egy kicsit távolabb települt újra, tehát tulajdonképpen misére menet át kellett menni egy patakon és egy réten, tehát kicsit kiesett a templom az újkori település szerkezetéből. Valószínűleg valamilyen egyházi célra szisztematikusan elbontották a maradványait, ezt régészetileg szépen meg lehetett figyelni, hiszen az alapozási árkokból is kitermelték az építőanyagot, a téglát, tehát szépen szabályosan elhordták. Ez nem jelenti azt, hogy nem találtunk alapfalakat, sőt még a középkori felmenő fal néhány sorát is megtaláltuk a nyugati és a déli fal csatlakozásánál, de az alapozás nagy részét az csak a törmelékkel visszatöltött alapárok rajzoltak ki. Az ásatás a helyi kulturális egyesület kérésére indult, akik értő módon vigyázzák meg a templom helyét és körülötte a korábbi plébánosok sírjait. A tervek szerint zarándok helyet alakítanak majd ki az öreg templom helyén, jelezve annak fontosságát kis Székely történetében.